az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának programját kidolgozó bizottság és az állami földek bérbeadását lebonyolító bizottság tagjainak megválasztása volt ma napirenden a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület ülésén. A programot ugyan az előző rendes ülésén a testület már elfogadta, a bizottság tagjainak megbízatása azonban időközben lejárt, az árverés időpontja viszont egyre közeledik. Előzőleg ugye egy nyilvános felhívást kell közzétenni, de amíg az árverés megtörténik, addigra már kell, hogy legyen egy érvényes, kinevezett licitálási bizottságunk. Ezt szeretnénk megejteni, ezt az árverezést novemberben, november elején az első kört, a képviselőtestületi ülés pedig lehet, hogy november közepe vagy közepe után lett volna tartva, ami már késő a mezőgazdasági termelőknek tekintettel arra, hogy még egy második köre is kell, hogy legyen az árverezésnek. Mindkét bizottságot egyhangú döntéssel 4 évre nevezte ki a képviselőtestület. A kinevezéssel lehetővé vált, hogy még ebben az évben le lehessen bonyolítani a 2 árverési kört, és a gazdák az év végéig a bérelt területeket is bejegyezhessék gazdaságukba.